Hűha! Hú, e már retkes a fiú. Hú, eszembe jutott, hogy kraftolni kéne. Kézi munkázni egy tárcsátrat. Nézegettem az utóbbi napokban, mondom, de jó lenne egy ilyen tárcsátrat venni, ami nem is drága egyébként. Csak ki kell tapasztaljam a méreteket, hogy mekkora lenne nekem ideális, de méregettem ugye mérőszalaggal, úgy nem tudom mihez viszonyítani. Mert ugyanis szeretném, ha tudnék ilyen tárgyfotózást vagy reklámfotózást vállalni. Lámpák vannak, ha vennék egy ilyen tárgysátort, akkor az tökéletes lenne. Csak előbb ki kell próbáljam, hogy milyen is ez igazából. Mert az este próbálgattam itt az ágy szélén ilyen polifommal, meg papírokkal, meg mit tudom én. De építeni akarok egy olyat, hát ezeket elrakom, mert igazából ezt csak elővettem, hogy hát ha ebből lesz egy jó teszt doboz, de végül is nem. Nem lesz belőle, mert kicsike. Jó. Szorakjuk el, majd ezeket elpakolom a szekrénybe. Mindjárt jövök. Amúgy teljesen hülye vagyok, mert tele van a szekrény ilyen dobozokkal, ahelyett, hogy széthajtanám őket. Na, kamera. Jaj. Ennek az epizódnak mi lesz a címe? Tamás Kraftol? Ez minek megy ez a számítógép? Megy most valami érdekes rajta? Ja nem, csak itt nézegettem a... Egyébként az egésszel nem érdemes bajlódni, mert hogy sötét van, ugye, annak ellenére, hogy... vakító hó van. Szóval nem tudom, minek így őrizgetem a dobozokat a szekrénybe, ahelyett, hogy szépen széthajtogatnám őket, és akkor lapjára fektetve egymásra lehetne rétegezni őket. Ugyebár. És akkor nem foglalja itt a köbmétert az üres doboz, mert ugye erre, ezekre a dobozokra, ezeket igazából csak azért őrizgetem, hogyha mit tudom én, készülék hibás lenne, vagy szállítani kellene, akkor... Hát meg ugye, hogy benne vannak a papírok, de a papírokat azt úgy is be lehet rakni közé, így nájlomba, hogyha ezek szét vannak szépen hajtogatva. Így mi? Papíros bele így a nájlomba. Használati utas, sitás, meg garanciajegy, meg satubbi. És akkor ez így nekem nem foglalja helyet. Annyira. Na! Ez is itt van. De végül is úgy döntöttem, hogy a izét fogom széjjel vágni, a forcilónak a dobozát. Ugyanis arra egyáltalán nincsen szükség. Ez pedig a ventilátordoboz. Akkor papír ide. Na. Ugye? De találtam egy ilyen polifómot. Ez fasza lesz háttérnek. Az ilyen jó, íves, nincs benne törés. Majd ragasztok rá izét. Sütőpapírt és a dobozt kivagdosom. Oldalt. Hát előbb össze kéne ragasztani, igaz? Na nézzük először, hogy ezért mit tehetünk. Letéptem róla a celluxot sikeresen. Olyat akarok belőle csinálni, hogy hát az elejét azt kinyitom, totál, vagy így levágom, még ezt nem tudom, hát egyelőre maradhat nyitva szerintem. És akkor kivágni itt az oldalát. Talán, igen, amitől
be lehet világítani két oldalról, és akkor innentől megraknék így ívesen egy ilyen hátteret, és akkor jó lenne. De ezek nem is kellenek rá, úgyhogy én ezt már vágom is. Szerintem. Hát, feláldozzuk a porszívó dobozt. Esetleg mégis szállítani, vagy szervizelni kéne a porszívót. Szerintem a doboz lesz a legkisebb gondom. Akkor majd becsomagoljuk a dobozt fóliába. És pont szar, mert ellenfénybe vagytok, ugyebár. Milyen videós vagy te, még erre se figyelsz, hogy ne ellenfénybe videózzál. Pengét is cseréltem a késbe. Na. Annyit nem akarok vele méricskélni, meg kityükézni, csak mert végül úgy is fogok venni egy izét, egy rendes tárgysátrat. Csak mondom, ez így próbaképpen, hogy mennyire válik be. Ja, de izét is ki kéne vágni, a tetejét. Minél több oldalt ki kéne vágni, hogy szerintem így legyen a tárgysátor, hogy így legyen. Fú, már retkes. Hát szerintem mindenképpen jobb lenne így. Azért ebben még kalaptű is van. Tehát állítva mindenképpen üdvösebb lenne. Szerintem. Alulról nem vágom ki, mert bár ezeknek a tárgysátraknál minden ki van vágva. Minden fal. Öt falat ki kéne vágni. Nem mondjuk nem. Nem egybefüggő fal. Szétszedni meg nem szeretném ezt a összekapcsolást. Na, majd mindjárt kitaláljuk. Az a lényeg, hogy két oldal egyelőre ki legyen vágva. Még ez is mellékes, ez a foggantyú. Tetejét is kivágjuk, azt jó napot. Mert ugye fentről is jön fény, annál jobb. Na, mi kell nekem? Kéne egy vonalzó, de hát arra nem adunk. Essünk neki. Megnézem, mekkora a sütőpapír, mert hogy ez sokat számít. Meg ott van az a polifóm. Várjál, te fél. Nem ez, hanem ezt szét lehet vágni. Ez is valaminek a csomagolása volt, de az oldalfalra ide felragasztani. Tütűnek, hogy és akkor kéne íze is, ugye? Cellux. A szobába kezdtem volna ezt csinálni, csak most közben rájöttem, hogy itt bent több a fény. Illetve a konyhába itt kint. Na. Ez már azt mondja, hogy celluxon van, fehér szikszalag van, két oldaluragi, az is jó jöhet. Ugye mi kéne még hozzá? Szóstok. Hát itt, ezek a ragasztók vannak. Jó, egyelőre szerintem ennyi.
Ő út a fiú. Ebből lesz mája kis tárcsátor. Fírhangot közben elhúztam, hogy ne lógjon bele a képbe. Azt így is bevelem. Láttok? Minden faszán, ugye? Na, egyébként csak a rendkedvéért március 18-a van, szakad a hó, egész éjjel szakadt, és olyan fél kettő körül itt elment a hókotró egyszer. Egész tisztességes hófúvás volt. Annyira nem akarom kirakni a GoPro-t, ne csak mert az ablakba. Ú, geci. Mert nincs rajta vízállótok, de azért pár szem hó nem árthat neki. Úgyhogy így néz ki most a nyírbátori tavasz. Meg jó, hogy a tüntetést olyan izékor lerendezték időben, mert... Ja. Szóval azt mondtam, hogy én nem akarok olyan sokat méricskélni, csak de azért a sütőpapír ebből lesz ugye a... Ebből biztos, hogy ragasztani kell, mert hogy ez kurtább, mint a... Hát lehet, hogy... Na mindegy. Kettőt-hármat úgyis össze kell rétegezni, hogy megfelelően diffúzoljon. Csak a szélessége az milyen? Hát az bőven jó. Ezt még rá is tudom ide hajtani. Először azt csináljuk meg, hogy megerősítjük ezt a részét, ezt a fal részt. Ez sosem lehet eléggé erős. Főleg, hogy gyárilag csak egy réteg cucc van rajta. Nem röhögni ám! Azért bénázok így, mert a kamerának a izét kell látni, amit mutatok, nem engem. Na még egyet. Ahogy oda bent szoktuk. És akkor ez így kellőképpen be van celluxozva, szerintem. Mert széthullani nem fog. Celluxon mindig csavarunk egyet, így, né. Ez csak azok gyengébe kedvéért mondom, akik mindig úgy rakják le a celluxot, hogy nem hagynak a másiknak kezdetet. Na, hát akkor én ezzel nem is tökölök sokat, hanem nekiállok így, mint a bolond. És megpróbálok így nagyjából egyenest vágni. Kicsi élet adjok neki, hogy tudjátok miért, hogy önmagát megtartsa énni. Na, hogy túlszaladj, bang! Wow, de szép lett, ugye? Hát ezt meg lehet ilyen izének használni, tudod, ilyen. Hogy megvezesse a, tudod, az ívet. Ezeket még nem dobom el. Lehet, hogy így jó lesz majd. Hátteret tudod, hogy ne így lógjon, de majd meglátjuk. Ezt meg lehet, hogy le kéne innen vágni. Sőt, le is fogom.
de megcsináljuk a másik oldalt. Akkor rosszul kezdtem el, akkor kezdjük a külső oldalával, mert ott kevésbé stabil. Hát igen, ha nem a prototípus lenne, hanem már sokadik, akkor már ebbe is lenne egy kis rutin, hogy érdemes neki kezdeni. Igen, itt már nincsen tartás, azt akkor... Igen, itt tényleg könnyebb. Vele itt vágom ki először. Úgyni. Na, ilyen faint azért most már így két oldalról frankon be lehet világítani. És akkor még itt a tetejét akarom így kivágni. Ennyi. Hogy annak is ilyen kerete legyen. És akkor súlya sincs. Talapzatnak meg ez megmaradhat szerintem. Hát kicsit összekaristolom a konyhaasztalt is. Annyi baj legyen, tudjátok, hogy ezen szoktam amúgy így műkedve elni, bütykölni. Sok dolgot vagdostam már ezen az asztallapon, úgyhogy... Ennek a dobozos megoldásnak az egyedüli hátránya az ugye, hogy ez nem összecsukható és nem hordozható. Viszont szerintem minden egyéb célnak megfelel. És akkor ez már itt ki van vágva. És már itt csak ennyit kell tenni érte, hogy... Így inni. Na, alakulgat, ugye? Ugye, gyerekek? Hát nem tudom, érdemes a hátulját kivágni. Hátulról nem fogja fény érni, az egyszer fix. Egyelőre meghagyom a hátulját. Így már is nem olyan nehéz. És akkor eztet be kell borítani. Hát ugye minél több fehér anyaggal. Azt mondtam, hogy ez az oldalára kerül. Méghozzá ezt ide belőre kéne ragasztani. Csak hány rétegbe? Hát ez eleve összehajtva kettő. És ez szerintem így ide jó is lenne. Tudod, mi nincs nekem, ami most nagyon jó jönne? Tűzőgép. Azzal kéne ezt oda rakni. És nekem nincsen tűzőgépem. Hogy oldjunk meg? Ezért kéne. Filctól, vagy valami jelölő. Tökömet. De ha volna 10 000 forintom, most megvehetném ezt az eredeti Microsoft. Tűnő vagyok benne. Van itt volna azzal a gyerekek. Már csak mondjuk azzal felével kéne, amelyik egyenes. Egyé. Szóval miért nincs itthon egy tűzőgép? Mondjuk talán azért, mert nem használok ilyesmit. Tűzőgép az irodában valahol, pedig most jó lenne. Jó lenne, mert celluxszal lesz, nehéz lesz felhekkelni. De van itt egy izé. Két oldalú, ragasztott a fejem. Azt akartam, hogy ezt levágom innen, ugye? Azt mondtam, hogy azt innen levágom. Mert ez itt nekem nagyon útban van. Két oldalú ragi kéne ide, végig, és akkor ezt ide ki tudnám feszíteni. Úgy bizony. Csak elgurult. Hova gurult?
Hova gurult? Itt van. Jó van. Ez is széles. Hozzá kell egy olló. Milyen hosszú legyen a csík. Ezt nem lehet elvágni büntetlenül. Csak késsel. Most ezt odaragasztom bárhol, és elkezdem vagdosni. Abból semmi jó nem sül ki. Szóval az lesz, hogy próbáló nyugodtan befigyelhet most már ide. Ezt ide felragasztjuk. És akkor levonjuk tapasztalatokat. Csak kéne ebből vágni, mert különben nem lesz jó. Ó, ezt itt first personban látjátok most. Égni. Ez majd jó lesz a másik oldalra. Nem dobom el. Ide ragasztom az asztal sarkára. És akkor levágjuk. Emán kuka. Most akkor próbáljuk meg lehámozni ezt a szarcsról. Ez a legszopatósabb rész. Mindig a lehámozás. Mennyivel egyszerűbb lenne az élet, ha vennék egyet készen, és nem pedig barkácsolnék, ugye? Akkor azt mondtam, hogy amit meg levágtam, az jó lesz ide alulra, ugye? És mert remélem, hogy meg fogja tartani, amire én gondolok. Na, gyere csak! Hámozódj már meg. Add ide a sarkadat. Így ne. Ezért 25 perc kínlódást megspóroltam volna, hogyha ugye lenne tűzőgépem. Azt én innen le akartam vágni. Le fog jönni. Hol van neked a véged? Nem akarok belevágni a íze a mögötte lévő rétegbe, Dick. Nem gondoltam volna, hogy nem fog hozzáférni a dolgokhoz. Ennyi. Most a tetejét. Na megint akkor a két oldalú ragasztó. És akkor most jön ide és ide. Ó, olyan fasza lesz ez. Hú. Még én is el fogok ámulni saját magamon. Mennyire tudok. Ja. Ezt a felét lehajtjuk. Ezt meg levágjuk.
Ennyi. Ez jöhet oda belőre. És ugye ezek után reménykedni kell, hogy ez megtartsa valóban ezt a tütüt. Ugye még csak ezután ugrik a majom a vízbe. Szeretném levonni ezt a cuccot róla. Az igen. 35 perce megy a videó. És a mai rendőr lesz. Igen, és rárakódik az a sok por meg kosz, ami a doboz belsejében van. Ami nem feltétlen előny. Mati? Mondjuk portalaníthattam volna, mielőtt neki fogok, de most már a kocka el van vetve. Na. Akkor most ezt úgy kéne beleragasztani, hogy jó legyen. Ez itten így. Nem baj, ha nem feszes, csak úgy körülbelül legyen mája. A méretre levágott kábel mindig rövidnek bizonyul, Murphy törvénye. Méretre vágtam a tütüt, és mégis itt alul. Na. Tetszik látni, ez a fele már ilyen. Jó. Na, jön a következő oldal, amit ugyanígy megragaszgatok, és akkor belerakom a következőt, és most félbe vágom ezt a videót, mert túl hosszú lesz. Majd visszajövök. Na figyeljetek, csak azért finomodik a technika, rájöttem, hogy ezt fel kell göngyölni, itten rárögzíteni, és akkor szépen így rágöngyölni. Ha meg még sok ilyet csinálnék, akkor meg arra is rájönnék, hogy ezt a két réteget nem ártott volna összeragasztani, mielőtt ide rá feszítem. De majd ezt utólag összefogja a cellux, mert kicsi celluxsal ugye a végén meg kell fogatni. Na, ez már jobban sikerült, mint a másik. Ezért itt is körbe celluxoztam. És akkor itt megcelluxozom, itt is, és akkor még ezt a kettőt is így egymásra szépen, hogy fogom. Először is a két végét összerögzítem. Hát, így szemre mérem ki igazából, csak hogy az így kb. Jó. Mire ragasztjuk az asztal sarkára, elvágjuk. Van a kell is mindegy, jó az olló is. Azt csavarintok egyet rajta. Na, és akkor? Akkor kéne az, hogy ezt a kettőt így egymásra ragasztani. Így. Hogy valamennyire azért feszes legyen. De nem az asztalhoz, hanem ide ráhajtva kívülre. És akkor ez így már valamennyire megállt a tartós. Kívül hogy néz ki, az engem nem érdekel. Na, másikat azt mind a négy helyen megcelluxoztam a másik oldalát. Nek lehet, hogy ez az egy is elég lesz, hogy ez megtartja. Ugye? Hát ide is lehetne egy kis, de nem muszáj. Jó. Na, legközelebb meg ilyet csinálok, be kell szerezni egy tűzőgépet. Na, hát ez gyakorlatilag majd, hogy nem kész van, mert
felülre is be lehet ezt borítani, de majd ez a későbbieknek a kérdése lesz. Nem áragad ne, két oldalú ragasztó, hagyjad neki. Jól. Na. Hanem itt az kéne, hogy hajtogatni bele egy ilyen cuccot ebből a vastag polifomból, amit mondtam. A másik szobában van. Ezni. De ez önmagába képezi a hátteret, hanem. Erre lehet, hogy kéne tenni egy kis sütőpapírt, mert amit ez látszik, ugye ennek ilyen textúrája van. Egyelőre így marad, kísérletképpen nem ragasztok bele semmit, hanem lesz neki egy... micsodája. Veszek bele fotókartont egyébként. Jó. Milyen hosszút kell vágni ebből? Azt mondja, hogy... hát mondjuk... ezt itt el lehet vágni. Nem kell ilyen hosszú. Mert ugye ez ívesen lesz meghajtva. Csak úgy elraktam a késem, hogy nem találom. Itt van. Jó, van, megvan. Ez van az ónak valami. A derékszöget az csak így szemre. Ennyi. Na. És akkor még ebből le kell vágni egy csíkot oldalt. Hogy ez már így elég nagy. Milyen széles legyen. Jó kis munkapadom van, mi? Nem. Nem is. Nem is, mert rossz. Azt akarom, hogy ez totál olyan széles legyen, mint a... hogy beleszoruljon. Ehhez pedig kell egy kis filc tallú, meg egy kis víz, ki vagyok száradva. Az ember ne alakulgat. Na szóval, ennek az a módja, doboz szélességét veszem alapul, és akkor nyomok rá ilyen jeleket. És akkor úgy vágjuk, hogy vonalban mentén, hogy jól legyen. És a számításaim nem csalnak, akkor ez majd pont bele fog szépen feküdni. Ha meg nem, akkor meg tévedtem. Így ne. Hátjátok feleim, szümtük, hell! Na. De most még nagy. Hosszú, az alja kilóg. De az nem baj egyébként. Ó, de szépen beleszaptam. Ó, te. Aki nálam ügyesebb, az hazudik. Na. Körülbelül így akartam én. Szépen beleszoríjuk. És akkor van neki itt egy kis íve. Így ne. És akkor ide lehet tenni a tárgyat. Így. Amit le akarunk fényképezni, ezt is lehet tenni. És ha nem akarjuk, hogy árnyékot vessen, akkor felrakjuk valamire.
Például van nekem egy ilyen kis átlátszó kockám. Egy izé volna jó, egy henger. Ugye besötétedett. Láti? Ha. Mi legyen a tárgy? Hát, amit lefotózunk benne. Ha. Majd mindjárt kitaláljuk. Ez a Field Store. Miért ne? Szóval, akkor mit legyen alatta a nagy drop shadow. Felteszem egy ilyen izére. És akkor, ez normálisan be van világítva, akkor nem lesz alatta árnyék. Ennyi. Igen, csak itt már kicsit rézsutos. Azért kell egy kicsit boxosabbra csinálni. Dobozosabbra. Elég ívelt vagy így? Na. Így ne. És akkor innen két oldalról jöhet be a fény, és megyünk kipróbálni, hogy ez hogy működik gyakorlatban. Tehát akkor így néz ki a fotóapparát. Akkor azt megcsináljuk, hogy innen bevilágítunk egy lámpával. Így. Hát ezt, úgy látom, hogy eléggé megfogja ez a tütő a fényt, úgyhogy minden fényre szükség lesz, innen pedig megint megvilágítjuk. Ugye felülről jöhet be még a természetes fény, és fel lehet kapcsolni az összes világításunkat, ami nekünk van. Itt pedig hát elég szűk apertúrával kell fényképezni, ugye, hogy ettől a ponttól idáig azért még mindig éles legyen, de úgy jó lenne azért, hogyha a háttérnek a textúrája elmosódna, de azt egyébként meg az üvegkockát is ki lehet majd szedni Photoshop-pal, úgyhogy azzal úgy annyira különösképpen nem foglalkozok. A kamerán próbálok beállítani, azt mondja, hogy már az 1,6 másodperc ez neki sok. Lehet, hogy az apertúrán kéne egy kicsit szűkíteni a blendén, és akkor 1,50-1,60 másodperc. Manuál, illetve autofókusz. És akkor beállítom itt a kioldót, hogy 5 másodperces kioldást lehet, mert nem akarom, hogy berászkódjon a kezemtől, és akkor elsütjük a gépet. Na. Nagyítsunk csak bele. Hát, annyira nem rossz. Egyébként. Természetesen majd fotókartonnal ezt lehet egy kicsit, de lehet, hogy lehet ezt még jobban is csinálni. Mondjuk így rázumolok, kikapcsolom a autofókuszt. És akkor próbálom manuálisan beállítani. Ennél jobban. Mondjuk így. Ez így. Ja. És akkor ez most felkúrta nekem az ISO-t 200-ra, amit vissza kell, hogy állítsak. Hát ez ilyen... És akkor beállítom újra 5 másodperces önkioldót, és akkor hajrá! Na, hát ez már jobban tetszik. Muti meg. Igen. Na. És akkor nem nagyon van alatta árnyék, amit annyira retusálni kéne. Ez már egy jó fényképnek tűnik, és úgy néz ki, hogy működik ez a tárgysátor.
Persze egyéb dolgokkal is le lehet még tesztelni. Nézzük ezt a szobrocskát. Talán. Ja, kérdezte valaki egyébként, leteszteltem ezt a lámpát, hogy 1 órát és 20 percet bír ki egy töltéssel. No, hát ez a szobor, hát már egy kicsit, lehet, hogy hátrálnom kell, nem is kicsit. Azt mondom nektek, ne használjatok nagy látószöget, csak kicsit ilyen fotózáson. Azt mondja, hogy felcsap, rázummal. Nehéz így azért, hogy kézi élesség állítás. Szerintem most a legélesebb. Ugye? Szerintetek is. Kicsit el van billenve a kamera. Bocs, már leraklak ide benneteket, de ez nem tűr halasztást. Jól van. 200-as izóval se lenne olyan nagy baj egyébként. Igen. Na, akkor újra. 5 másodperces kioldás. Oké. És akkor... Na, nézzük, milyen lett a szobrocska. Hát úgy jónak tűnik. Nyilván, hogyha hagyok neki egy automata fókuszt, hogy ráhagyom, hogy fókuszáljál magadnak. Azt mondja, hogy 5 másodperc, gyerünk. Na, persze látszik a sarka izének. Majd a nagy monitoron eldöntöm, hogy melyik a jobb. Látszik a sarka a cuccnak, de úgyse számít, mert ki lesz maszkolva. Na, így működik, és akkor megnézzük, hogy monitoron meg utómunkával mennyit lehet még ezzel korrigálni. Jó. Úgy láttam én, hogy még mindig azért egy kicsit nem elég tűéles, mert kicsi lett a mélységélesség, úgyhogy ez így nagyjából megfelel úgy első lövésre. Ha nem akarjuk, hogy ilyen sok munka legyen vele, meg még szüttyögés, akkor meg széles mélységélesség, és akkor rendes fehér papír mögé. De nagyjából már azért érthető, érzékelhető, hogy ez mire jó. Mire kell ez nekem. Na, jó van. Ez működni fog, ez az aparát, azt hiszem. Egész addig, amíg nem tudok venni egyet magamnak. Egy ilyet. Szerintem 50x50 centis az bőven elég lesz. Na, hát remélem élveztétek ezt a nem rövid videót. Próbáltam olyan rövidre vágni, amennyire csak lehetett, hát így sikerült. És akkor egy videóban mondjuk be van pótolva egy heti mennyiség. Lehet sokáig nézni. Sziasztok!